Az elmúlt időszak egyik legkisebb kormányablakát adták át Villányban. Mindössze 3 ügyintézési asztalt alakítottak ki, ám erre szükség volt a településen, mondta el stábunknak a Baranya megyei kormány megbízott. Horváth Zoltán hozzátette, hogy ebben a beruházásban az önkormányzat volt a kormányhivatal partnere, ugyanis az állami szervezet csak bérli az ingatlant, amit most újítottak fel több 10 millió forint értékben. Megjelenésében kívülbelül úgy néz ki az épület, mint minden kormányablak, és ugyanolyan ügyeket is lehet intézni, mint bármely más kormányablakban. Baranya megyében az országos átlag felett vagyunk a kormányablakok lefedettsége tekintetében. Valamennyi járásszékhelyünkön működik kormányablak, Pécsen pedig 3 kormányablakunk, plusz egy csak gépjárműgyintézésre kialakított központunk is működik. Na, ehhez a nagy lefedettséghez társult most ez az új, a Siklósi járásban lévő Villányi kormányablak. Terveink szerint még ebben az évben Harkányban is át fogjuk adni az új kormányablakot, így a Siklósi járás lassan felzárkózik Pécshez, mert 3 kormányablak lesz. Ezzel a magunk részéről mindent megtettünk, hogy a legkisebb településtől a legnagyobbig az állami szolgáltatások megjelenjenek. Horváth Zoltán úgy értékelt, ezekben a térségekben akár 10 évvel ezelőtt iskolabezárásokról, vasúti vonalak megszüntetéséről és a vidék lesajnálásáról gondolkodott az akkori politika. A polgári kormány viszont mindig kiemelten számított a vidékre, de a vidék is számíthatott a kormányra. Ez egy vidékfejlesztési program, tette hozzá. A villányiak mostantól hétköznaponként minden délelőtt, szerdán pedig 17 óráig felkereshetik az új kormányablakot, és intézhetik ügyeiket bármilyen területen.